Francia tudósok felfedezték a módját annak, hogyan lehet hízott libamájat nyerni a szárnyasok kényszeretetése nélkül. Az egyedek bélflórájából kivont baktériumokat fecskendeznek be a kétnapos csibék szervezetébe. Összel a libák és a kocsák több ezer kilométert vándorolnak a teleléshez. Ekkor ösztönösen túleszik magukat, felhalmozzák az energiát, és ebben a folyamatban nagy szerepe van a bélbaktériumoknak. Felfedeztük, hogy bizonyos baktériumok kombinációjával a csibéknél természetesen is beindítható ez a folyamat, elkezd hízni a májuk. Jó hír ez az állattenyésztők számára, ugyanis az elmúlt években az európai és az amerikai piacaik beszűkültek, sok állam vagy város betiltotta a libatöméssel növesztett libamáj forgalmazását. Hat hónapig gondozzuk itt a szárnyasokat, az új eljárással kevesebb a stressz rajtunk, nem kell tömnünk őket, etikailag rendezett lesz a dolog. A szakácsok is elégedettek, szerintük a természetes libamáj minősége sokkal jobb. Első látással nincs különbség, de amikor az ember elkezd vele dolgozni, teljesen más. Sűrűbb szövetű, tisztább színű, és az íze is kellemesebb. A kutatók forgalmazó céget alapítottak, de nem lesz könnyű dolguk. A természetesen növesztett libamáj mérete a töméses libamájnak csupán a fele, az ára viszont éppen a kétszerese.